sárkányhajós versenyző ide látogató, és nem húzom az időt, felkérem Járosi Péter urat, Magyar Sárkányhajós Szövetség elnökét, pár szóval köszöntsön benneteket. Hajrá fiúk, hajrá lányok! Szervusztok, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek! Már túl vagyok egy technikai értekezleten, amin volt alkalmam egy-két dolgot elmondani. Az első az az, hogy a mai nap az egy ünnepnap. Nem tudom, hogy meg tudjátok-e mondani, hogy miért. Most már tudni kellene, mert a technikai nem mondtam. Elsősorban azért, mert ugye ez a 10. esemény ezen a helyszínen. Másodszorban amiatt, mert ma van a kínai holdú évnek az első napja, és egész pontosan a sárkányok éve. Úgyhogy ez egy méltó pillanat ezen a napon ünnepelni a sárkányhajós sportot. Itt Szarvason, együtt, minden egyes klubban. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan beneveztetek a versenyre. Ez a csúcsok közé tartozik. És engedjétek meg, hogy gratuláljak, ahogy ezt reggel is megtettem a kecskemétieknek és az előző versenyükhöz, ahol szintén nagyon sokan voltak. Egy nagy tapsot mind a két szervezőgárdának, a szarvasiaknak is és a kecskemétieknek is. Ez fontos dolog, hogy most már beépült a köztudatba, hogy ez a verseny mindig a kezdő verseny egy adott évben. Ezzel indítjuk el a szezont, aminek nagyon örülünk. Köszönjük polgármester úr támogatását és a város támogatását is ez a dologhoz. Ez fontos dolog, mert anélkül ez nyilvánvalóan nem működne. Még két gondolat, ami lényeges. Idén a Magyar Sárkányhajós Szövetség nagyon komoly fába vágja a fejszéjét, de ez egy 10 éves projektnek a része, amit részben a Nemzetközi Sárkányhajós Szövetség és az európai irányultsága és a sárkányhajós sport világban történő átalakulása jelzett. Hozzáteszem, ezt mi magyarok kezdtük 2018-ban, és annak a folyamatnak a részeképpen. Lényeges dolog, hogy Magyarország idén Európa-bajnokságon vesz részt, eddig is részt vett Európa-bajnokságon, de ez egy nagyon fontos verseny lesz, mert soha ilyen erős közösséggel Magyarország nem állt föl sárkányhajós sportban, mint idén, az eredményeink és a képességeink tekintetében, és nyilvánvalóan figyelembe véve a korosztályi sorrendet, a legfontosabb, hogy jó eredményeket érjünk el, és természetesen a világbajnokságon és a még klubvilágbajnokság lesz, igyekszünk a legjobb szinten szerepelni. Miért fontos ez? Mert az idei verseny főverseny, de a legnagyobb verseny jövőre lesz, 2025-ben, amikor világbajnokságot szerveznek Európában, ahol a magyarok, hogyha Európában szerveztek világbajnokságot, mindig jól szerepeltek, így az idei Európa-bajnokság előkészítő versenyként tekinthető a jövő évi világbajnokság tekintetében. Nagyon lényeges, hogy a legjobbat hozzuk, és minden korosztályban. U18-ban, U24-ben, Premier osztályban, Senior A-ban, Senior B-ben, Senior C-ben. Ez lehet az egyedüli cél, ehhez kívánok nektek sok erőt és egészséget. Korrekt együttműködést egymással is, és velünk is. Ez egy nagyon-nagyon fontos és hosszú út lesz. Igyekszünk megfelelőképpen megfelelni a kihívásoknak. Nagyon jó versenyzést kívánok nektek, és továbbadom a mikrofont a polgármester úrnak. Köszönöm szépen! Tisztelt elnök úr, kedves barátaik! Tudjátok, aki Szarvas szereti, az a mi barátunk. Mi pedig itt vagytok, köszöntelek benneteket nagy szeretettel. Elnök úr, sok mindent beszélt itt a sportról. Én úgy gondolom, hogy nekünk nagyon fontos és öröm látni a fiatalokat. Arra kérek minden kedves idősebb barátomat, aki hasonló korú, mint én, és szeret sportolni, hogy mindenki kettő fiatalt hozva az egyesületekbe, ugyanis az igazság, mi szeretnénk, hogyha ez a sportág, ez megfiatalodna, mert valami értelme a munkáknak is úgy elindul, hogyha az idősebbeknek, tudják a fiatalokat egészségesen élni. És ebben a sportágban viszont versenyezni. Mai napra jó szórakozást kívánok nektek, én is megyek még farsangra, pedig versenyzetek jól, sok siker, és gyertek legközelebbi Szarvasra. Mi mindig szívesen látunk benneteket. Még egyszer az Isten éltesse kedves mindannyiatokat, és sok sikert várunk.
vegye kezdetét a 10. medencés sárkányhajó nyílt magyar bajnokság és 8. szarvasi medencés verseny. És akkor kezdjük is el a becsekkolás megtörtént, közben nagyon ügyesek voltak a csapatok. Bal oldalra Outline Dragons, beleszemben jobb oldalra a Phoenix. Belecsapunk a lecsóba egyből, nem aprózzuk el, nem kis futamokkal kezdünk, hanem kőkemény futamokkal, mert a túloldalon pedig a Dunai Sárkányok A csapata kezdi, és Híres Kecske BS C csapata. Tehát ott is egy nagyon kemény összecsapás lesz. Néha kihagy a mikrofonom, de ezért elnézést kérek. Néha megunja, hogy sokat beszélek, remélem ti nem fogjátok. Ugye mai napon folyamatosan kísérjük a versenyeket, tehát az első legénység megvan, és a másik legénység is már becsekkolt a túloldalon. És ide a harmadik futamra készül majd a Híres Kecskemét VSE A, és a Dunai Sárkányok Kvárc B csapata majd. De most nem menjünk még előre, jön az első futam. Egy nagy tapsal bátorítsuk az első két csapaton. Hajrá! És kezdetét veszi a szokásos, izgalmas hangulat. Én szerintem fog víz kijönni ide az övezéstől, hogy készüljünk arra is. Lehet még nagyokat szurkolni most egyet. Utolsó nagy levegőfújások. Kötelet feszítsük meg egy picit. Jobbra feszíts meg a kötelet. Jobbra húzd még. Még húzd jobbra. Megáll. Tartja a bal. Elkészülnék. Vigyázz! Rajt! És elkezdődött az első futam nagyon keményen. A második futam Dunai Sárkányok Kvárc A, Híres Kecskemét VSE C csapat. Jobbra félre van, jó, jobbra. Ez is kemény összecsapás lesz. Jobbra félre van, jó. Engedj itt jobbra a hajót. Jobbra. Jobbra. Még jobbra. Még egy méter, más teret. Legyünk még jobbra. Elkezdődött a futam. Jó, és megnyerte a Dunai Sárkányok váltás, és kérjük szépen Dunai Sárkányok ide a Körös Rangok B csapata készül, a Szeged B csapata ellen majd. Na, nézzük a harmadik futamot, Híres Kecskemét, Dunai Sárkányok szintén presztízs mérkőzés. Nem lesz egy egyszerű futam sem. Várható! Köszönjük! És a futamot Híres
Viti balra. Az első sarvas jönne csapásunk mai napon. Nézzük, hogy a Dragon A csapata kétségesen engedett, nyert a Főrök Dragon. Gratulálunk mindkét csapatnak, nem vagyunk részlehajva, lehet kiszállni, és lehet a becsekkolás mindkét oldalon. És elindult a futam, melyik csapat Szeged ellen áll, keményen dolgoznak, mindkét csapat keményen dolgozik, nagyon keményen dolgozik. Mi fog dönteni vajon? És a Szeged két csapata nyerte meg a futamot jelen pillanatban. Már két csapat összecsapás. Jó, oké. Visszafára egy picit. Rendben, megkészülni. Mi jön? És elindult a futam. A futamot nyerte hírt egy személy csapata. Gratulálunk neki. Ugye a Dragon Warriors egy tavaly összeállt kapat, és reméljük, hogy ismét ebben az évben is jól tudnak szerepelni. Drukkolunk neki! Elkészülni! Vigyázz! Szerintott a futam. Úgy látom, a Mario Bogdanot ment nagyon akar. Tetésemelést kaptok majd ezért a teljesítményért. De nézzük a következő összecsapást. Dragon Warriors, Vasárcsányok, Szeged Tisza csapata. Kemény összecsapás, amit az arcokon látom. Talán vállalkozásban megy a történet. Helyes. Megkészülés! Yes! Hogy! És elindult, ez kemény összecsapás lesz. Látom az arcokon. Ki tudja megindítani a hajót, mert elindult meg a hajó. Indult meg a hajó, most kell valami történni. Oda vissza tölzik a hajót. Hosszú küzdelem lesz, hosszú küzdelem. És a Dragon Warrior feltöltötte megnyerte. Tehát a kemény csata most ki a hajóból. Elkezdődött a futam. Megint volt a történet. Ez első is történt. Kemény küzdelem most, végig fog menni. És vége! A futamot nyerte kemény könyv volt. Volt egy fordítás benne, utána visszafordítás. A medence közepén volt-e valami kis szarvas?
Veszport Arab összecsapás. Balra egy kicsi. Jó. Megállni. Felkészülni. Vigyázz! Rögy! A cserédok kemény-kemény küzdelem lesz. Kemény küzdelem lesz a másik magukban. Egyik csapat sem. Arra megyünk. Balra húzzuk a hajót. Igen, Péter.
Előrajzolás történt. Egy ember, hamarabb kezdtem, van egyet. Állítjuk a hajón középre. Jó, veszed a kötélyet. Megkészülni! Figyelöm! Rögy! Kemény küzdelem, kemény küzdelem, mind a két csapat majd. Menjen, és áll a hajó, nagyon minimális elmozdulásban. Melyik csapat bírja a sziklára a jobba? Nagyon kemény, nagyon kemény. Körös Dragó! Köszönjük! A futam volt a Körös Dragó nyert. Nagyon kemény futam van. Végig ment? Nem ment végig, egy vége egy kicsivel hamarabb vége lett. 52-62-ig ment. Gratulálunk! Szuladal, Szeged, Vasárkányvár, Zárcsapaton. Nagyon kemény futam volt. Szerintem sok víz lesz a hajóba. Igen. Jó sejtettünk. Még egy fél méter, jobbra húzzuk a hajót. Még jobbra. Jó, megáll a hajó, feszes a kötél. Felkészülni, figyelj! Budai Sárkányok vált csapata. Egy kicsit húztuk jobbra. Jó. Oké. Megáll a hajó. Odé. Megkészülni! Figyelj! Thank you.
Dunadal a Turi sárkányok Bánát Temesvár B csapata fog következni, megvárjuk ilyen hajó, szálljatok ki belőle. Gyertek, gyorsan szálljatok ki. Gyors kiszállás, gyertek. Jobbra kérem a hajót. Még egy fél méter. Kérik, aki végzett, menjen ki, mert a zsűri asztal előtt. Menjetek a zsűri asztal előtt, szóval gyorsan. A 22-es után ide várjuk a Vasárkányok Szeged Észak. Gratulálunk! Jel a B!